Az ELTE, én úgy gondolom, hogy az elmúlt években a nehézségek ellenére megállta a helyét, pénzügyi állapota a kancelláriai rendszer bevezetésekor is stabil volt, megőrizte pozícióit a magyar felsőoktatásban. Társadalmi elismertségünk nem csökkent, jelenleg is minden ötödik felvételiző az ELTE-re adja be a jelentkezését, és közülük idén is 10% fölött első helyen jelölte meg intézményünk valamely szakját. Meggyőződésem, hogy az egyetem új vezetői biztos bázison láthatnak hozzá terveik megvalósításához. Az átadás átvétel megtörtént, 2017. július 31-én letettem a szolgálatomat, úgyhogy már csak egyetlen szimbolikus mozzanat maradt hátra, a jelvények és a lánc átadása. Az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem jellemzően tudományegyetem, ahol világszínvonalú alapkutatások zajlanak, és ezen nem is kívánunk változtatni. Mégis úgy láttuk, úgy látták helyesnek elődeim is, hogy nyitni kell olyan alkalmazott képzések irányába, amelyek lehetővé teszik, hogy piaci szereplők bevonásával társadalmi és gazdasági súlyunkat növeljük. Ebben az évben csatlakozott hozzánk a Szombathelyi Szavárja Egyetemi Központ, amely kifejezetten az alkalmazott tudományok oktatásában vállal szerepet nagyon helyesen. A minőség iránti elkötelezettségből továbbra sem kívánunk engedni, ehhez tartjuk magunkat. Csak hogy tévedés azt gondolni, hogy ma ez elegendő. A hallgatók ma már érezhetően céltudatosabbak. Jól megfontolják, hogy mire éri meg az időt és a pénzt fordítaniuk. Keresik a modern infrastruktúrát, igénylik az inspiráló környezetet és a színvonalas szolgáltatásokat. Ugyanígy a legjobb kollégáknak a megtartása is kihívást jelent. Figyelni kell tehát arra, hogy változnak az igények, és hogy mivel lehet az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemet mint képzőhelyet és mint munkahelyet megtartó közösségként működtetni. Készek vagyunk tehát továbbra is biztosítani a nemzet számára az intellektuális utánpótlást, és stabil helyet szerezni a nemzetközi felsőoktatási piacon. Olyan sokféle talentum koncentrálódik ezen az egyetemen, ami az ELTE-t valódi univerzitássá teszi. A nemzeti kormány elismeréssel fordul azok felé, a tudósok és kutatók felé, akik nem csak a magyar, hanem az egyetemes tudás gyarapító is. Nagyra becsüljük az egyetemen folyó oktatói munkát, amelynek során olyan értékeket adnak át a hallgatóknak, amelyek Magyarország egész jövőjére hatással lesznek. Természetesen a pénzügyekért is felelős gazdasági miniszterként nem kezdhettem volna másképp a mai napomat, mint hogy a egyetem számláit megnézem a Magyar Államkincstárnál. Azt kell mondanom, hogy az egyetem méretei és számai imponálóak. Mai nappal megkezdtem a 60. tanévemet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, mert 1958-ban voltam gólya. Ez a nagy elismerés, az Eötvös gyűrűnek az átadása bizonyos értelemben olyan búcsúztatónak is tűnhet, de én nem tekintem annak, hanem csak az eddigi munkám elismerésének, egy nagyon szép kitüntetésnek és biztatásnak a jövőt illetően, hogy a doktori iskolában egyéb más lehetőségekkel is szolgálhassam ezt az egyetemet. Nekem ez nagyon nagy kitüntetés, az egyetemnek tulajdonképpen a legnagyobb kitüntetése, és én ezt ekként is élem át, és nagyon jól esik. Értékelték azt a munkát, amit igyekeztem itt végezni. Nagyon hálás vagyok ért az egyetemnek és az egyetem vezetésének, és azt kívánom, hogy mindenki kapjon valamit ebből a gyűrűből, nem az enyémből természetesen, hanem az elismerésnek ebből a kultúrájából, ha szabad így mondani, hogy mindenki azt érezze, hogy megbecsülik a munkáját, hogy akarják, hogy ő dolgozzon, hogy ő jól dolgozzon, és hogy ő hát hozzájáruljon a közösség elért eredményeihez. Őre szükség van, ez az üzenete az elismerésnek, és én ezt nagyon hálásan fogadom.